Muggle Bubble Channel. Let's play together. Ma bemutatom nektek, hogy hogyan szoktam én húsvétkor itthon írókázni. Amire szükségünk lesz, az az íróka, méhviasz, egy gyertya, és természetesen a tojás, amiket előtte megfelelően elő kell készíteni, tehát sós vízben 30 percig főzzük őket. Mikor oda tesszük őket főzni, oda kell figyelni, hogyha egy kicsi buborékot is ereszt, akkor cseréljük ki a tojást, mert az a tojás szét fog repedni nekünk főzés közben, is nem fogjuk tudni használni. Tehát amikor már megvan minden eszközünk, a következő a menet. A gyertya fölött az íróka hegyét jól felmelegítjük, majd belenyomkodjuk a méhviaszba, és így egy kevéske méhviasz rákerül az írókára, amivel rajzolni tudunk a megfelelően letisztított és előkészített tojásra. Nagyon sokféle mintát rajzolhatunk rá, igazából csak a képzeletünk szabhat neki határt, hogy milyen lesz a végeredmény.
Bemutatok egy másik módszert is. Ezt nem írókával, hanem zsírkrétával fogom felvinni. Ugyanúgy elő kell készíteni a tojást, tehát 30 percig sós vízben megfőzzük. Letisztítjuk, hogy zsír és piszokmentes legyen a felülete, és ezt követően valamilyen zsírkrétával szépen rárajzolunk mintát. Ugyanúgy, mintha viaszolnánk, csak itt most kihagyjuk a mélyviaszt, illetve az írókát, tehát egyből felrajzoljuk, beszínezzük, ezt a tojást én kékre fogom festeni, és utána a zsírkrétával felvitt mintát ugyanúgy gyertyalángja fölött fogom megolvasztani, letörölni papírtörlővel, letöröljük szépen, és ismét csak láthatóvá válik a mintánk. Ezt követően ugyanúgy vékonyan egy kis zsírral bekenjük, vagy olajjal a tojásunkat, és készen is vagyunk. Miután az írókával felvittük a tetszőleges mintát a tojásra, ezt követően be fogjuk színezni. Én most piros tojást fogok festeni, egy pohár vízbe teszek piros ételszínezéket és két evőkanál ecetet, és ezt követően beleteszem a tojást. Minél tovább marad a tojás ebben a színezett vízben, annál élénkebb színe lesz, úgyhogy tartsuk benne jó sokáig. Miután kivettük a vízből a tojást, töröljük szárazra, majd gyertyalángja fölé tartjuk óvatosan a tojást. A mélyviasz így megolvad a tojáson, és szépen papírtörlővel le tudjuk apránként törölgetni. Így válik láthatóvá a minta, amit felrajzoltunk a tojásra.
Nos hát, így néznek ki a kész, írókázott, illetve zsírkrétával készített tojásaink. Remélem nektek is tetszett ez a kis videó, és hogyha tetszett, próbáljátok ki. Teljétek benne sok örömeteket, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok előre is. Please subscribe. Iratkozz fel!